Szelecki Artúr 16 éves korában kezdett el énekelni, első tanára Szilágyi Olga volt. 2017 óta jár a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre mesteréhez, Fried Péterhez. Már első évfolyamos hallgatóként a második Andor Éva énekversenyen harmadik helyezést ért el. A fiatal tenor 2021-ben megkapta az Új Nemzeti Kiválóság program ösztöndíját, illetve szorgalmának és kiváló előmenetelének köszönhetően az egyetem szenátusának ajánlására elnyerte a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Kiskoromban zenei általános iskolába jártam, és itt ismerkedtem meg először úgy igazán a zenével. Elkezdtem trombitálni, és itt jött egy ilyen első szeretet maga a komoly zene iránt. Majd utána érdekes módon szakközépiskolában én programozónak tanultam. És mindig is volt egy ilyen űr, amit úgy éreztem, hogy a zene hiánya okoz, hogy kéne valamit a zenéléssel kezdeni, hogy visszatérni oda. Úgyhogy nagyon meghatározó pillanat az volt, amikor elkerültem egy kórusba, elkezdtem ott énekelni, és ott úgy jött nekem egy olyan plusz, ami által, mint hogyha éreztem volna, hogy ezzel most el kell kezdenem foglalkozni. Igazából minden lépcsőfok egy jó mérföldkő volt, amikor megléphettem őket ebben a szakmában, és nem is maguk az események a fontosak, hanem inkább a tanáraim. Amikor az elején Dalos Erika felfedezett, aztán Szilágyi Olgával tanultunk énekelni, ő megadta nekem a nagyon-nagyon jó alapokat, és utána, amikor bekerültem a Zeneakadémiára, és Fried Péter tanár úrtól azóta is tőle tanulok, tehát, hogy ezek olyan pluszok voltak, amikben mindig éreztem, hogy akiknél éppen tanulok, rohamosan visznek előre, és nagyon jó helyen vagyok. Nagyon fontos nekem így egy szóban, hogy adni, valamit adni. Bárki bármikor hall engem, vagy lát, esetleg egy koncerten, egy előadás folyamán, akkor nagyon fontos, hogy azáltal, amit nekem a művészet ad, abból egy csírát el tudjak bennük ültetni, amit hazavisznek magukkal, gondolkoznak rajta, és hát, ha bennük is megszületik valami. Hát az, hogy megkaptam a Junior Prima díjat, ez egy hatalmas megtiszteltetés, és igazából el is érzékenyítő valamilyen szinten. Tehát olyan sok mindenben segít ez egy bármilyen művésznek a jövőjét, hogy tényleg azt nem is lehet így egyesével megfogalmazni.